Ez az a társkereső oldal, ahol megismerkedett a későbbi sértett és a vádlott. Anyagi szolgáltatást ígért a még középiskolás 18 éves lánynak szexuális ellenszolgáltatásért a 23 éves férfi. Azt mondta, 15 milliót fizet neki, ha vele lesz. Ebbe a hölgy beleegyezett, azonban ezt megelőzően a férfi még több képet, videót kért a fiatal hölgytől, aki ezeket az erotikus jellegű képeket, videókat el is küldte a férfi részére. Néhány nappal később Pécset találkoztak, itt szexuális kapcsolat is létrejött közöttük, azonban ezt követően a férfi már nem fizette ki az általa ígért összeget, illetőleg ettől elzárkozott. Több üzenetváltás is történt, hogy akkor fizessen kevesebbet. A lány 12 millióval is beérte volna, de aztán rájött, ebből nem lesz pénz. Ezért meg akarta szakítani ezt a kapcsolatot, azonban a férfi továbbra is ingyen akart az együttlétet, ezért zsarolásba kezdett. Különböző leveleket, üzeneteket küldött részére, amelyben azzal fenyegette, illetőleg zsarolta, hogy amennyiben nem folytatja a szexuális kapcsolatot vele, akkor a korábban megküldött fényképeket megküldi a családjának, iskolájának, illetőleg egy pornográf jellegű videó megosztóra is föltölti. A fiatal lány azonban ezt követően a rendőrséghez fordult, és így indult meg a büntető eljárás. A vádlott cselekménye a szexuális kényszerítés büntettének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség most emelt vádat az ügyben. A nyomozás során kiderült, hogy tavaly decemberben ismerkedtek meg a felek. A férfi hamisan azt állította, hogy egy fuvarozással, személyszállítással foglalkozó jól menő vállalkozása van. Ezt elhitte az áldozat, valamint azt is, hogy szolgáltatásaiért 15 millió forintot kap majd. Azonban kiderült a nyomozás során, az eredetileg János Hidán lakó férfinek se vagyona, se rendszeres jövedelme nem volt.